Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Boldog Gizella vagyok, kandida és sugárkutató. Közel 25 éve kezdtem el a munkásságomat, és kerestem összefüggéseket a különböző betegségek és a felépülési lehetőségek között. Így született meg az első könyvem, a Vigyázz a kandida fertőz, közel 20 éve, és rájöttem arra, hogy milyen betegségek azok, amik a kandidának köszönhetők. Tulajdonképpen a daganatos betegségektől, a leukémiáig, a szív- és érrendszeri betegségektől, az ízületi problémákig, látás, halláskárosodás, mindenféle olyan betegség, közel 100 féle, ami tulajdonképpen nagyon sok kellemetlenséget okoz a számunkra. A további kutatásaim arra irányultak, hogy milyen összefüggés van a sugár és a gomba között. A sugárzás az tulajdonképpen lehet az elektromágneses sugárzás, mikrohullám sugárzás, földsugárzások, a kozmikus sugárzások, és ezek mind-mind zaklatják a szervezetet. Ezek a zaklatások idegi zaklatások, tehát nem megfogják a grabancolat és cipálnak, hanem egyszerűen a bőrön keresztül hatolnak be a szervezetbe, és elsavasodunk. Én elkezdtem írni a könyvemet, és csak úgy zúdult belőlem a tudás. Elértem az 1350. oldalt, és akkor a nyomda kötészete közölte, hogy ő ezt nem vállalja, ő nem tudja ezt bekötni, mert szét fog esni. Megváltoztattam a betűtípust, ekkor 900 oldal lett, hát így is iszonyatos nehéz lett, hát ezt valaki elolvassa, most hiába reprezentatív szép egy könyv, hogyha olvashatatlan, márpedig én azért írom a könyvet, hogy mindenki megtanulja belőle, hogy hogy tud egészségesen élni. Így szétválasztottam a könyvemet, és három kötetre bontottam. A könyvnek a címe, Mentsd meg magad és a földet, féltsed, óvjad a jövődet. A könyvekbe, ebbe a sorozatba megtalálhatók a betegségek és a felépülési lehetőségek alternatív módon. Megtalálhatók benne olyan döbbenetes információk, amire egy hétköznapi embernek nem is jut az eszébe. Például, hogy egy refluxot így rendbe lehet hozni, vagy pedig, hogyha gyerekkorunk óta valami kétfélét fogyasztunk, akkor nem következik be a különböző meszesedés a szervezetbe. Természetesen idősebb korba is be lehet csatlakozni, akkor kevesebb méz fog az érrendszerre, csontrendszerre rákerülni. A könyvet azért írtam meg, mert olyan hihetetlen információ hiányos emberekkel találkoztam, hogy úgy éreztem, hogy valamit cselekedni kell, mert csak az információ hiányos embereket lehet megtéveszteni, és fölösleges gyógyszerek fogyasztására inspirálni. A tudás az hatalom, a tudás az dicsőség, a tudás életeket mentett, a tudás diadal a butaság felett. Kívánom Önöknek, hogy találkozzunk itt a könyve, és legyen az összes információ birtokába, hogy az életét, a saját életét, a családjának az életét meg tudja menteni. Köszönöm a türelmüket!